Interaktív feladatokkal várták a diákokat ennél a nyíregyházi vállalatnál. A Kisvakon táborban nyaraló tanulókat pályaválasztás céljából különböző céglátogatásokra viszi a megyei iparkamara. Itt például a kereskedelmi szektorral ismerkedtek meg a diákok. Ez a helyi cég már több éve kapcsolatban áll a megyei szervezettel, illetve a nyári táboroztatási programokban is részt vett már korábban. Miután az a jellemző azért a gazdálkodásokra, meg a kereskedelemre is, hogy munkaerőhiány van, ezért mi is próbálunk most már bárhonnan átcsoportosítani, megkeresni gyerekeket már, és azt mondom, hogy próbáljuk orientálni őket a kereskedelem felé. 5. évet csináljuk ezt a kereskedelmi és iparkamara szervezésében, ezt a pályorientációs tábort. Kicsit hangosak is itt mögöttem, mert éppen egy versenyfeladatot végeznek, és már itt próbáljuk orientálni őket arra, hogy válasszák az eladást és a kereskedelmi szakmát. Meg szoktuk kérdezni minden egyes ilyen találkozókor, hogy hányan szeretnének kereskedelemben elhelyezkedni. Általában 1-2 ember jelentkezik, mikor vége van a versenynek, a játékoknak, akkor általában 5-6 ember azt mondja, hogy ő szívesen dolgozna benne. A diákoknak 3 interaktív feladatot is szervezett a vállalat, a gyerekek pedig legjobb tudásuk szerint próbálták ezeket teljesíteni. A Kisvakon tábor 25 tanulója vett részt a szerdai programon. A táborban leginkább játszani szoktunk, játékosan tanulni népi játékokat, és amúgy most itt vagyunk, megismerkedni, ahogy a kereskedelemmel. Kaptunk olyan feladatokat, hogy fel voltak írva dolgok, amiket be kellett tenni egy kosárba, és az árukat meg a bruttó árukat fel kellett írni. Jól éreztük nagyon magunkat, és időre ment ez az egész dolog, és izgultunk is. Én voltam a vezető. Igen. De a többiek is dolgoztak. A pályaorientációs látogatások fő célcsoportja az általános iskolai diákok, főleg azok a tanulók, akik még a középiskolai felvételi előtt állnak. Ezen a nyáron, 4 héten át közel 100 diákot szólít majd meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara. Ez idő alatt játékos formában próbálja a kamara megismertetni a diákokkal a különböző szakmákat. Az első hét jelenleg a kereskedelem köré épül. A héten még zajlik ennek majd a feldolgozása, a holnapi nap a céglátogatásnak, ahol szintén játékokkal készülünk, szakmaaktivitizünk, olyan dolgokkal játszunk, amelyek egy kicsit mégis a pályaválasztásukat segítik, de a következő hetekben is, ezen a héten a kereskedelem, a következő héten kicsit a cukrászat, a fagyikészítés, a süteménykészítés kerül előtérbe, azt követően autószerviz, autóértékesítés, restaurálással fognak ismerkedni a gyerekek a BMW szervizbe, illetve az utolsó héten a Fafurdancs 2000 Kft.-hez fogjuk elvinni a gyerekeket, ahol az asztalos munkával, a bútorgyártással ismerkedhetnek meg egy lovaspark élmény mellett. A Kisvakon táborban a nyíregyházi oktatási intézmények tanulói vesznek részt jelenleg, de az iparkamara megyeszerte végzi pályaorientációs tevékenységét.